Köszöntöm Önöket társalgónkban, amely egész nyáron külső helyszínről jelentkezik, ma sem lesz ez másként. Mai kulturális magazinunkban visszatekintünk a makói nyár rendezvény sorozatára. Múlt heti adásunkban Szentpéteri Csilla koncertjének legjobb pillanatait elevenítettük fel. Ma pedig az Operettgálával kezdünk, meginvitáljuk Önöket újra Rúzsa Magdi koncertjére néhány perc erejéig, ezt követően pedig a Hello Dolly előadásának pillanatait elevenítjük fel, végezetül pedig megmutatjuk, hogy hova költözik a könyvtár addig, amíg nem épül fel az új. Múlt heti adásunkban is nyerhettek tőlünk, és látják is a nyertesek a neveiket a képernyő alján, akkor azt kérdeztük, milyen hangszeren játszik Szentpéteri Csilla. Természetesen zongorán, de ma sem marad el a játék. Ma azt írják meg nekünk, hogy melyik évben nyerte meg a Megasztárt Rúzsa Magdi, tehát egy dátumra vagyunk kíváncsiak. A 06-34-47-14-64-es SMS írószámra várjuk a helyes válaszokat, jövő héten pedig sorsolunk. Az operettkedvelők számára igazi csemegének számított a makói nyár második állomása. A Hagymaház szabadtéri színpadán számos olyan előadót láthattak, akinek a neve jól cseng ebben a műfajban. Ott volt Oswald Marika, és természetesen városunk szülötte is, Szilágyi Éva. Nagyon jó érzés, mert tudod, a családom révén kapom a visszajelzéseket, hogy nagyon-nagyon várnak bennünket, hogy nem csak engem, hanem a barátaimat, és mindig egy picit nekem nagyobb feladat itthon szerepelni, mert mindig jobban kell bizonyítani az embernek a szülővárosába, úgyhogy én már nagyon ideges vagyok, és izgalommal várom ezt a mai estét, és mindig nagyon szeretettel fogadnak bennünket a makóiak, és nagyon-nagyon köszönöm szépen nekik, mert most is 900 jegy körül kelt el, és az nagyon nagy érdeklődés egy ekkora városba. Cintányéros cudarvilág, iszunk egy koltyocskát. Cintányéros cudarvilág, lopunk egy csodocskát. Cintányéros cudarvilág, amíg akadnak éles nél. Cintányéros cudarvilág, addig ígyünk meg a beszél. Először én nem akartam színész lenni, én Erdélyből származom, Csíkszentdomokosról, és először teljesen civil munkát végeztem, aztán mégis úgy alakult, hogy a munkahelyről úgymond kirúgtak, mert annyi előadásom lett hirtelen, hogy nem volt helyem ott a civil munkában. Úgyhogy azt mondtam, hogy hát ha már így akarta fennvaló, akkor már csináljuk, és úgy gondolom, hogy nem döntöttem rosszul, nagyon szeretem és imádom a munkám, úgyhogy ezért is vagyok most éppen itt. Rangyos élet, maradnos élet, mit öltöz olyan édes lenni, mint a méz. Rangyos élet, rangyos élet, leszedni rólad Istenem, milyen nehéz. Zaj, ne üsmöztéljük, édes is, amit kívsz a valat, az is tisztadnak. Lány van száz, aki vélet cicáz, de az ünne csak ennyi az. Valahogy nehogy elfeledjen, azt a rendes a szívemben. Ki keres minket élünk, minden azt az egyet, mint azt, aki néked kell. Én szubrett vagyok, operett szubrett, és egy operett szubrettnek
jól kell játszani a színpadon, tehát színészileg is meg kell felelni, jól kell táncolni, ez a tánc végzettségem, és ugyanakkor klasszikus magánénekesként végeztem a Bartók Konziban, és bizony ezeket az operetteket el kell énekelni, néha akár operai tudás, operai nehézségek is vannak egy-egy operetben, például Lehár Ferencet is énekeltem a Mosoly országába, a Kicsi mi, bizony az egy kemény énekelni való operai feladat. Elmondtam megint, bocsánat, szanyom, de nincsen abban sem hű, ha ön álmodom. Fehér sejemben jön felém az álmok éjjelén, rám mosolygott könnyedén, az igazság, hogy mindig is a színház érdekelt elsősorban, csak az érettségi után egyszerűen jól ment a történelem, és nagyon szerettem is a jogot, a jogi gondolkodást, meg ugye az igazságosság, meg ilyen elvont fogalmak, és ezért engem ez érdekelt, és akkor így elkezdtem járni a jogra, föl is vettek, de közben én Kecskeméten játszottam, utána a Miskolci Nemzeti Színházban már operát énekeltem, tehát igazából megmaradt mind a kettő, és össze tudtam egyeztetni, úgyhogy így. Nagyon egyértelmű volt, mert én csak erre koncentráltam. És hogyha az ember valamiben úgy érzi, hogy otthon van, akkor én elmondhatom, hogy nagyon jól választottam ezt a pályát, mert minden porcikám erre akreditált, vagy hogy mondjam. Tehát nem, de soha nem is gondoltam azt, hogy mást akarok csinálni. És teljes erőbedobással, persze. Makói nyár harmadik produkciója Rúzsa Magdi koncertje volt, amelyre már elővételben minden jegy elkelt. Nem hiába, hiszen fergeteges koncerttel készült a művésznő, és az est végére olyannyira, hogy mindenki állva tapsolt neki. Stábunk azt is megkérdezte, hogy mik a jövőbeni tervei. Ezt is elárulta nekünk. A makkói nyár harmadik fellépője a pop-rock műfaj egyik magyarországi képviselője Rúzsa Magdi volt. Az énekesnő többször járt már városunkban, és énektanárnője is makkói származású. Jártam Makón többször is, viszont ami talán a legközelebb áll hozzám, hogy az énektanárnő Bátor Éva makkói. Úgyhogy egészen most így ezzel a tudattal, mert egészen másképp jöttem ide, mert én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. És hát nyilván abszolút pozitív, tehát bármikor voltam. Nagyon-nagyon jó volt, azért eltett nagyon sok év, egészen más lett ez a produkció, egészen megérett szerintem a dolog sok sajátdal. Most az utóbbi években már másképp járom az országot, valahogy sokkal inkább érzékelem azt, hogy a közönség hogyan reagál a saját szövegeimre, saját dalok. Tehát, hogy ez már egy érettebb történet, úgyhogy
Úgyhogy örülök minden egyes alkalommal, amikor így, ráadásul ilyen pozitív visszajelzés, hogy elővételben elmennek a jegyek azonnal, és nem férnek be többen, ez azért mindig így megmelengeti az ember szívét. A Megasztár című tehetségkutató műsor egykori győztesének saját szerzeményei már a top listák élére kerültek. Legújabb dala az Élj hozzám, mely szenvedélyes és egyben titokzatos hangzásával a nyár slágere lett. Énekesnő jelenleg az élő fellépések mellett két új lemezzel is készül, valamint jövőre egy újdonsággal, egy népzenei CD-vel is meglepi a rajongóit. 2016-ban el kell, hogy készüljön kettő darab lemez. Mindkettőt novemberre tervezzük, az egyik az Aréna CD-DVD, a másik pedig egy új lemez, amire íródnak a dalok, tehát most így ebben a nyári hajtásban miközben dalokat írunk és szövegeket próbálok összerakni, és hát ugye folyamatosan figyelni kell azt is, hogy maga az Aréna anyaga hogyan halad, és egyszerre fogjuk kihozni ezt a két CD-t, viszont mindemellett még egy népzenei anyagon is gondolkodom, aminek a hanganyagát folyamatosan énekelem fel a telefonomra, és azt pedig a jövő évre tervezzük, hogy az is mint egy ilyen különálló, érdekes kis projekt meg tudjon jelenni. Ebből egyébként egy finom kis részletet már ebben a műsorban is észrevehet a közönség, mert hogy azért visszük magunkkal, ezek mind olyan dalok, aminek köze is van hozzám. És hát szóval ennyi, most így egyenlőre ezzel készülünk. Ebből rövid ízelítőt is mutatott a makói közönségnek, melyen hatalmas sikert aratott. A hallgatóság ekkorra már a színpad előtt bulizott és együtt énekelt a fellépővel. Olyan vagyok, mint a csillagoség, olyan vagyok, mint az engedelem a két szemem, ragyog a szerelem a sötétbe. Make fun.
Rúzsa Magdi stábunknak azt is elárulta, hogy idén nyáron időt szakít egy rövid nyaralásra, de utána újból beleveti magát a munkába. Sikerül összehozni a nyaralást is egyébként, de nagyon-nagyon húzós most a tempó. Pár nappal ezelőtt értünk haza Tusnádfűrőről. Ja, pár nappal. Kicsit el vagyok a napokkal keveredve. Tegnap éjszaka értünk haza Tusnádfürdőről. Valamennyit aludtunk, és most megint úton vagyunk. Ez ilyen. Tehát amikor a nyári szezon beindul, akkor nincs megállás. Tehát van úgy, hogy 4-5 napon keresztül folyamatosan úton vagyunk. Tulajdonképpen az év elején erre kell edzeni, meg erre kell gyúrni rendesen, hogy az embernek legyen aztán energiája, hogy ezt végig tudja csinálni. Viszont hála az égnek, annyira összeszokott csapat vagyunk, hogy egyszerűen át tudjuk lendíteni egymást ezeken a holdpontokon is. Aztán meg pár nap múlva el tudunk majd menni. Mi is kaptunk 10 nap szabadságot, és aztán megint nekiesünk az évnek. Ami a legfontosabb, két nagy megálló lesz még az idén, az egyik a plázs, ami egy nagyon-nagyon nagy volumenű koncert lesz, a másik pedig ugye a Budapest Park, ami szeptember 9-én lesz, és tulajdonképpen ez lesz az utolsó olyan nagy koncert, ilyen pop-rock műsor, amit láthat tőlem Budapesten a közönség, és aztán évvégén pedig Pici bácsival járjuk már az országot egy ideje az Angyal mellettem turnéval, és évvégén most először Budapesten is látható lesz. Szóval nem unatkozunk. A Turay Ide Színház produkciójával zárult a nyár esték programsorozata. A Hello Dollyt hozták el, melynek főszereplője Détár Enikő volt. Vele is beszélgetett stábunk, ezen kívül pedig vastapssal jutalmazta a közönség a nagy sikerű produkciót.
1969-ben mutatták be a Hello Dolly című musicalt Barbara Streisand főszereplésével. Most ezt a népszerű romantikus vígjátékot ossza el a Hagymaház színpadára a Tura Ida Színház társulata. A musical főszereplője a házasság közvetítő Miss Dolly Levi, aki a darabban nem csak másoknak, hanem magának is párt keres. Dollyt Détár Enikő alakítja, aki nem csak a híres musical miatt örült a címszerepnek, hanem személyes kötődése is van. Engem az édesapám, és ne kérdezzétek, hogy miért, gyerekkoromban mindig úgy ébresztett, hogy Hello Dolly. Szerintem a filmet sem látta, én Kerezsenden egy pici faluban nevelkedtem 16 éves koromig, és nagyon sokszor reggelente úgy jött be, hogy na, Hello Dolly. Úgyhogy lehet, hogy ő már nagyon régóta fönn van, valamit megsejtett. Szerettem játszani, nagyon megszerettem ezt a csapatot, most már harmadik éve játszom a Turai sokkal. És Győri Péter, aki a Mr. Horace Van der Geldert alakítja ebben a darabban, ma este is, ő pedig évfolyamtársam volt annak idején a főiskolán. A Broadway-on is játszott nagyszabású darabot Verebes István rendezte. Témája ma is aktuális, hiszen a párkeresésről, a boldogság megtalálásáról szól. A darab végén elhangzik, hogy bár egyikünk sem húz, de mégis vonzcsábít húz a vonzalom. Azt hiszem, ez teljesen időtlen, tehát ez amióta ember, sőt élőlény van a Földön, azért az a vágy és a szerelem az velünk volt. És soha nem szabad azt mondani, hogy hát én már öreg vagyok hozzá. Ez két idősebb emberről szól, egyébként nem egészen fiatalok, pont ez a lényege. De hát mi idősebbek is ugyanúgy tudunk szeretni, örülni, mint a fiatalok. Én és ő folyvást ellenkező. Én és ő egy történet leszünk. Mit tegyünk, megegyezünk, én és ő. Nem felek folytassuk, én és ő, már kézen fogva jár. Én és ő, egy abszurd állapán. Én és ő, együtt jövőbe néz, tudjuk jól, itt a víz, megáll az íz. Keserűn néz, nem éges, én és ő, most arra cáfolod, hogy az élet jót nekünk nem tartogat. Én és ő, most alkalmazkodunk, súlyos gond, túl bogon, állást pont, mit tegyünk, megegyezünk, egy pár leszünk, én és ő. Ma már felpörgött a világ, és nem is az a jellemző, hogy megözvegyül valaki, mint ahogy Dolly, hanem nagyon-nagyon sok házasság, a nagy része talán 60-70%-os válással végződik. És ez igenis aktuális, hogy hogyan lehet újra pasit fogni, pasit találni. És amiben ez rettenetesen korszerű, hogy én így rácsodálkoztam a világra a válás után, egy mennyire a nőknek kell ügyesen teperni. Ez lehet, hogy régen is így volt, csak nekem nem tűnt föl. És hogy ez mit sem változott azóta, hogy a szerző ezt a művet megírta. Dolly Levi, maga a legborzasztóbb nő az egész világon. Horace Van der Gelder, ez a legszebb úr, amit valaha mondott nekem. Köszönöm. Szívesen. Éfraim, látod? Pont olyan, mint te voltál. Soha ne félj, ha ő az én. A kis vigórát, mind a csodát. Oh,
A férfi főszerepet Győri Péter kapta, akit a Kisváros című sorozatból ismerhetnek a nézők. A színész főként prózai darabokban játszott, így kihívás volt számára Mr. Vandal Gelder megformálása. Győri, nagyon meg voltam illetődve, amikor megkaptam. Meg is ijedtem egy picit, mert én ilyen típusokat kevesebbet játszottam már eddig, de Verebes István darab rendezője nagyon sokat foglalkozott velünk, és kihozta belőlem azt, hiszem, ami ebbe a szerepbe kell, az érett férfi, aki egyébként nem akar megnősülni, de ő is érzi, hogy hát nem fogja megúszni a dolgot. Az a jó egy musicalben, hogyha nem arról szól, hogy én elmondom prózában, hogy én mennyire szeretlek téged, és aztán ugyanezt eléneklem, hogy mennyire szeretlek téged, hanem maga a dal is mindig előre viszi a cselekményt is. Ebben a darabban ez így van, hogy minden dalban valami plusz dolgot mondunk még el ahhoz képest, ami előtte a prózában elhangzott. Tehát igazából nem válik annyira el a próza és a zene, mint akár másik darabokban. Kezdődött a Makovec könyvtár építésének első üteme. Mivel a régi épület lebontásra kerül, ezért a bibliotékának költöznie kell, mégpedig a Galamb József szakképzőiskola kollégiumába. Ott szeptember 1-től várják majd szolgáltatásaikkal az érdeklődőket egészen az új könyvtár elkészültéig. Mint ahogyan arról már korábban mi is beszámoltunk, teljes állami támogatással, mintegy 2,5 milliárd forintból valósul meg a Makovec könyvtár építése. A fejlesztés terveit még januárban mutatták be a nagy közönségnek egy sajtótájékoztató keretében. Itt elhangzott, hogy a jelenlegi épület nem alkalmas a felújításra, így ezt elbontják. Ennek helyére pedig egy modern, minden igényt kielégítő 1600 négyzetméteres, akadálymentesített, lifttel felszerelt kétszintes bibliotéka létesül. A Makovec könyvtár felépítésével párhuzamosan térrendezésre is sor kerül. A könyvtár előtti Széchenyi tér, a Rudnai lakótelep, illetve a Pulitzer sétány és a Deák Ferenc utca tekintetében. Az idéglenes helyen már 2 hónapja megkezdték az előkészületi munkálatokat, hogy minél komfortosabbá tegyék azt az olvasóközönség számára. Úgy lesz átalakítva ez az épület, hogy a könyvtár működésének megfelelő legyen, internet hozzáférés, ugyanúgy a kölcsönzés zökkenőmentesen fog folyni, ugyanúgy fogunk tárlatokat, kiállításokat, előadásokat szervezni ezen az új helyen. Nem szeretnénk, hogyha az olvasóink elpártolnának tőlünk, sőt, inkább én örülnék neki, hogy akiknek most ez az épület lesz közelebb eső, azok odaszoknának hozzánk. Úgy látjuk, hogy a nyár folyamán is nagyon-nagyon sokan jönnek. Újságolvasás, folyóiratot nagyon-nagyon szívesen keresnek, illetve hát nagyon sokan visznek nyári olvasmányokat, úgyhogy hát ezt szeretnénk folytatni, hogy minél többen jöjjenek oda, a feltételeket megteremtjük, remélem, hogy mindenki örömére fog ez zajlani. A könyvtár igazgatójától megtudtuk, hogy a héten a raktárakat, majd a nagy könyvtár közel 80 ezres és a gyermek részleg mintegy 15 ezres kötetállományát fogják folyamatosan költöztetni a Galamb József szakképző iskola volt kollégiumába.
A tervek szerint a Makovec Imre által tervezett új épületet az alapkőletétel után úgy másfél-két évvel vehetik birtokba a makóiak. Mindig nehéz egy ilyen időszak, amikor felújítás van, mert a megszokott helyre szeretnek járni az emberek. Én azt gondolom, hogy ezt a kényelmetlenséget kell vállaljuk. Nagyon-nagyon örülünk, hogy kapunk egy új épületet, amiben majd ugyanúgy együtt lesz a nagykönyvtár és a gyerekkönyvtár. Egy család közösen tudja majd igénybe venni egy hétvégi családi napra, vagy egy kikapcsolódásra. A szülők a lenti nagykönyvtárat, a gyerekek pedig fönt a gyerekkönyvtárban tudnak majd foglalkozásokra, vagy előadásokra, vagy éppen csak könyvolvasásra eljönni hozzánk. Én azt gondolom, hogy megéri ez a két év, biztos kicsit nehézkes lesz, de a cél lebeg előttünk, illetve a kollégáim előtt, és hát nagyon várjuk, hogy egy új könyvtárban, szép környezetben, megújult környezetben fogadjuk majd akkor a látogatóinkat. Az intézmény szolgáltatásai augusztus 22-től szünetelnek, az idéglenes helyet várhatóan szeptember 1-től látogathatják a könyvtár használók. Mai társalgónkba ennyi fért, azonban ne feledjék, jövő héten újra várjuk Önöket csütörtökön kulturális magazinnal, és persze addig is játszhatnak velünk SMS-ben a 0634471464-en, vagy pedig Facebook oldalunkra várjuk a helyes válaszokat, mégpedig arra a kérdésre, hogy melyik évben nyerte meg a Megasztárt Rúzsa Magdi. Írjanak nekünk, érdemes velünk játszani, jövő héten sorsolunk, mégpedig a fürdőben lehet valaki elmásod magával, illetve a kalandparkba is nyerhetnek tőlünk jegyeket. Mára megköszönöm figyelmüket, tehát jövő héten csütörtökön 18-15-től újra várjuk Önöket, viszontlátásra!